mindenkinél más az útvonal, ahogyan eljut egy előadás összeállításához. Én rendezőként is alapvetően képekből indulok ki, hogy az előadásnak nem csak zenei, meg verbális dramaturgiája van, hanem van egy vizuális dramaturgiája is, ami újra és újra megkívánja azt, hogy mondjuk történjen egy fokozás. Ezek mentén, a gondolatok mentén szerveződik aztán össze egy tér, amiben aztán megmozdulnak a figurák. Körülbelül olyan 15 figuránk van, amelyek olyan 55 és 75 cm közé tehetők. Nagy előgyűjtéseket végzünk minden egyes karakternek a megalkotásánál. Értem ez alatt, hogy rengeteg fotót, rengeteg képi anyagot gyűjtünk össze ahhoz, hogy egy viszonylag plasztikus figurát tudjunk a végén összerakni. És amikor papírra kerül, akkor általában átbeszéljük azokat a dolgokat is, hogy milyen anyagból, milyen szerkezettel, hogy szeretnénk ezt az egészet láttatni a nézővel. A figurák alapvetően annyira részletgazdagok, hogy azt kértem a műhelyektől, hogy ezeket agyagból mintázzuk. Az agyagból megmintázott fejekről készül egy gipszöntvény, ez a gipszöntvény száradáskor egy negatív formát ad. Ebben a negatív formában pasírozzák bele 12 rétegben nagyon-nagyon keményen a fejeket, aztán a szemek helyét kivágva üveglencsékkel tudják helyettesíteni majd, hogy minél élethűbbek legyenek a tekintetek. Minden egyes szemnek a belső része az kézzel megfestve külön színmintákra. Paróka üzletből vásárolt hajakból készülnek a frizuráik úgy, hogy felbontják ezeket a felkniffelt tincseket, és azokból készítenek egy saját kis filc sapkát, amire aztán rá tudják pakolni a bábmérethez passzoló hajakat. A szerkezetek alapvetően hársból készülnek, majdnem mindegyik karakternél más típusú térdízület van. Ez csak és kizárólag az öltöztetésünk miatt fontos. Ahol mondjuk kilátszik egy térd, akkor sokkal plasztikusabbra kell faragni valamit, hiszen sokkal gömbölyedebb szettért ízülete kell, hogy legyen. Ahol meg mondjuk hosszú nadrágos a figura, ott könnyebben rejthető ez a dolog. Ott alapvetően arra mentünk rá a kialakítás során a mechanikai műhelyen, hogy jól mozgatható figurákat nyerjünk. Illetve van néhány nagyon speciális megoldás, például a mögöttem lévő galambnak egészen fura szerkezeti megoldása van, azért, hogy nagyon plasztikusan tudja a fejét forgatni, hogy le tudjon harolni, csipegetni, hogy a szájét meg tudja mozdítani. De van egy macska tanítónő, aki azért nagyon-nagyon különleges, mert a Postás Ferinek a macskája, és ő tud írni valami egészen varázslatos. Már az a szabás minta is, ami mondjuk a macskának a fején van, hogy aztán szépen egybe lehessen fésülni a dolgot. Érdekes, hogy ebből a néző aztán nem lát semmit, de hogy milyen döbbenetes munka, mire kisakkozzák, hogy ez tényleg úgy fésülődjön az arcon, ahogy kell.